A rendezvény előadásain az aktuális normakörnyezet, illetve a társadalmi jelenségek kérdéskörére helyezték a hangsúlyt. Célja, hogy bemutassák az aktuális kábítószerfüggőségek helyzetét. A Leo Amici 2002 addiktológiai alapítvány rehabilitációs intézete alkohol, drog és gyógyszerfüggőségekben, valamint viselkedési problémákkal szenvedő felnőtt férfiaknak nyújt felépülési lehetőséget bentlakásos, hosszú terápiás módszerrel. Az utóbbi egy-két évben viselkedési függőségek elég jól feljöttek, vagy jól, hát eléggé feljöttek sajnos a mélyből, úgyhogy most már játékfüggő vagy internetfüggő embereket is felveszünk kezelésbe. Hosszú terápiás módszerre dolgozunk, egy éves bentlakásos terápia a mi kezelésünk, és akkor hát a cél az a teljes önálló józanélet. Tehát az, hogy valaki absztinensen, szerek nélkül tudjon tovább működni az életében, ami már egyébként nem menne ki, nyilván azért fordult hozzánk. A terápiák során az első hónapban megismerik a pácienst, és kialakítanak egy számára megfelelő módszert, hogy felépülése sikeres legyen. Utána pedig a kezelésnek mondjuk a második fele, a terápiás időszaknak a második fele már inkább arról szól, hogy megtaláljuk az erőforrásokat közösen, azt, hogy hogyan lesz ebből majd önálló józan élet, hogyan lehet azt megvalósítani, hogy az eddigi kihívásokra, meg kérdésekre, amire egy függő azonnal iszik vagy drogozik, ezen más válaszokat tudjon adni. Más legyen majd a kimenetelezetnek a helyzeteknek, mint eddig. Az intézet Komlón található, viszont az ország egész területéről fogadják a jelentkezőket.